a mikrofont. A kibaszott mikrofont, szevasztok, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. De ez most hideg nem én voltam. Mármint úgy értem, hogy ritkán fordul elő az ilyesmi összességében. Már hogyha tudod, így belegondolsz. Most ilyen visszaemlékszem rá, mikor volt hasonló. De nem. Nem volt. Csak így figyeltem, hogy a zöld íze így peckel. Aha. Hát úgy valamennyire. Érted? Hát lehet, előfordul. Lehet a tesztelés miatt. A hang jó? Már azóta nem basztattuk? Azóta nem csináltunk sem. Tényleg? Ó, nem kellett volna elmondanod. Kíváncsi lettem volna, hogy írja valaki. A kérdés az, hogy most hallatsz utána benne. Nem. Jó, vagy nem hiszem, hogy a kompresszor téged is felhúz ilyenkor. Vagy igen? Elképzelhető. Na mindegy. A srácok a csetben úgy tesznek, mint hogyha így... Hát csúszás van. Milyen csúszás? Mindenféle csúszás. A delay. A diló? A diló van. Jó reggelt mindenkinek. Szevasztok, srácok. Üdvözletem. Boldog csütörtöket kívánunk mindenkinek. Hát, mondom én, ott van. Hallják, hallották. Rendben van. Janit hallották-e? Igen. Kicsit állítgattunk itt a dolgokon. Tegnap reggel? Nem, tegnap előtt reggel. Hát, után. Jó, utána. Utána. Igen. Szóval az a lényeg, hogy állítgattunk a Happy Hour hangján, hogy valamennyivel jobb legyen. Ez reméljük Balázson is segít. Valamennyit, és a többi, Remélem, hogy hallhatóan jobb lesz a dolog. Mind a két stream setupba gyakorlatilag meg tudtuk nézni, hogy milyen helyzet, és szerintem jobb lett összességében a dolog. Igen, mert voltak problémák itt is, ott is a hanggal, de remélhetőleg kiküszöböltük. A tegnap délutáni játékban már abszolút nem volt hallatszódó. Az a clipping az kiment, itt viszont ugye... Most van a főbb teszt. Igen, ez egy kicsit főbb teszt. Én megmondom őszintén, hogy azért is húzom ennyire, hogy bármilyen reakciót lássak. A legelső az majd lesz, hogy jött, ugye semmilyen különbséget nem. Úgyhogy ennyi sikerült. De legalább nem rosszabb. Tehát ez fontos. Ez nagyon fontos. Na, srácok, óriási minden is van. Én nem tudom, gyakorlatilag Debrecen, mert ugye erről tudunk igazából részleteiben beszélni. Elég fura egyébként, ez is egy buborék, ha belegondolsz, mert a legtöbben nem azok a csetben. Hát itt a hírek másról sem szólnak, mint hogy visszakaptuk Zsuzsák Balást. Ó, igen. Ami rám egyébként mélyen szántó hatással van. De miért ennek egész jót beszélgettünk róla? Jót beszélgettünk róla, arról beszélgettünk jót, hogy ezek a faszopok... Reggel van még. És még kávét sem jó volt. Tehát egy csomó embernek a szar is ízetlen, érted? Meg ilyen balfaszok, érted? És ugye megint kezdődött az anyázás. Én örülök neki egyébként, hogy nagy része a community-nek vagy leszarta, vagy igazából úgymond így mondták, hogy na, király, vagy valami ilyesmi, hogy ugye idejött gyakorlatilag Zsuzsák megint, ugye Debrecenből indult ő, és akkor külföldi csapatokban volt meg minden, és akkor most, hogy másodosztály lettünk, most visszacsatlakozott a csapathoz. Igazából, úgyhogy ettől hangos az egész dolog. Én sem nézek focit, srácok, csak mostanában mindenki erről beszél, mert ugye gyakorlatilag az átlag állampolgárnak nincs is jobb dolga, mint hogy ezt a dolgot csámcsogja, illetve azt, hogy mennyi pénzért tette ezt. Mondjuk nyilván ez mindig mindenkit érdekel, de... Igen, de tudod miért? Na. Azért, ez nagyon fontos, tehát a hozzáállás társadalmi szinten ilyen ezekhez a dolgokhoz, mert hogyha Zsuzsák Balázs nem jött volna a Debrecenbe játszani újra, akkor azt a pénzt, amit most ráköltöttek, odaadták volna nekik. Ja, persze. Nyilván. Tehát abból ők gazdálkodtak volna. A DVSC berendelte volna az összes nézőközönséget, és akkor álljátok sorra, és adjuk a borítékot. Szétosztották volna a borítékokat, de az a szemét visszajött, úgyhogy most senki nem kap pénzt. Nem kap pénzt senki. Úgyhogy ez van. Na, de mindegy. Csak hogy tudjátok, sok ember most is ilyen nagyon negatívan áll ehhez a dologhoz. Én egyébként nem, hogy mondjam, kicsit passzívan állok a dologhoz, de most mit mondjak? Most ez az ő dolga. Amit beszéltünk, hogyha itt szeretné befejezni a karrierjét, biztos vagyok benne, hogy a normál élet színvonalát már meg tudta alapozni, igen. Gondolom. Valószínűleg, igen. Úgyhogy szerintem valószínűleg itt akarja befejezni a karriert, azt akkor mi van? Igen. Ebben maradtunk tegnap is, hogy gyakorlatilag szerintünk ez egy teljesen jó döntés volt részéről. Amit, hogy hazajött játszani, hát igen, és itthon valószínűleg fogja, így döntöttem ha itt fogja befejezni, hogy itthon fogja igen, befejezni. Igen, mármint azt mondom, hogy az embereknek nem tetszik, az egy dolog. Mondom, én, aki nem értek a focihoz, mint tudod, magyar focista, vagy mit tudom én, nem tudom, én
De mondom, én vagyok, nem értek a focihoz. Én biztos nem szerettem volna valami, nem tudom, milyen török csapatból leszerelni, tudod, hogy jaj, de jó volt. Meg most érted, hogyha éppen török csapathoz ment volna el, vagy a, nem tudom, lengyel csapat volt. Lengyel volt a másik. A másik opció. Akkor meg azért szíták volna, hogy na, megint nem jött haza. Igen, igen. Nem tudom, én biztos, hogy nem akartam volna pályafutásomat befejezni valamilyen, tudod, egy ilyen, nem tudom, ilyen sehonnai lengyel csapatba, vagy török csapatba, egy új kibaszott lengyel, vagy török csapatot nem tudok mondani, tehát én irreleváns vagyok ebben a témában, csak hogy így, na. Galatasaray. Az török. Az mi valami ilyen sisahely? Nem hallottál még róla? De hallottam már ezt egyébként, de én mindig azt hittem, tudod, hogy valamilyen, tudod, ilyen... Nem, azt hittem, hogy valami, tudod, ilyen olyan hely, ahol, tudod, ilyen nők vannak, meg ilyenek. Hát nem. A Szerályból. Vagy ez nem az? Nem. Az mi akkor? Mi az a Szeráj? Mindjárt megnézem. Én azt hittem mindig, hogy ez ilyen kurvaház. Vagy nem? Van olyan török étterem? Na látod, bazd meg, mondom én. Valami hasonló. De attól ez még nem kurvaház. Nem, de lehetne az is. Igen. Érted? Én tökre azt hittem. Na mindegy is. Nem ez a lényeg. Kurvaház jut eszembe. Hallottad, hogy ez a szemét állat Sacha Baron Cohen? Nem elég, hogy leforgatta a Borat 2-t. Tehát nem az van, hogy lesz. Kész van, és igen, már volt tesztvetítés. Tehát hogy? Érted? Covid, meg halasszuk a filmeket, meg minden, ez a hülye befejezte a filmet, és már tesztvetítés volt. Tehát nem az, tehát így, amikor a hír jött, hogy lesz Borat 2, akkor már volt. Igen. Megmondom őszintén, engem ez annyira nem lepett meg ez a hír, mert pár héttel ezelőtt volt vele kapcsolatosan egy ilyen, hogy Amerikába feltűnt valami koncerten. Igen. És hogy ott felismerték, elkezdett futni, vagy aztán utána felment a színpadra, már mit tudom én, hogy volt, de nekem ott már olyan gyanús volt. Mm. Nyilván nem azt mondom, hogy megmondtam előre, hogy én tudtam, de úgy ez a sejteni véltem. Na, a Szeráj palota, mondom én. Hát végül is vannak ott. Hát bármi lehet, ott érted. Na, szóval az, igen, amit mondtál, az a focis név, amit mondtál, az is valamilyen, igen, nem tudom, tudod, itt tudom, igen, én, bármi lehet. Na mindegy, lesz Borat 2, én rendetően várom. Én az első részt nagyon szerettem. Undorító, tudom, meg kurva gáz, de én azon annyit röhögtem, mint a kurva élet. De hát tényleg. Ő igazából azzal lett világszerte híres, sikeres, nem? Azzal robbant be. Hát az Ali G is. Az is eléggé elmebeteg volt. Az is elmebeteg volt, de szerintem az nem robbant akkor át. Hát nem volt ekkora paraszt állatság, mint a Borat. Ezért mondom. Meg főleg az, hogy ugye Sacha Baron Cohennek ez a, tehát a Boráttal indult el ugye az, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy neki amúgy más műsorai is vannak, és neki ez egy ilyen, ez ilyen sajátjává vált az, hogy rengeteg jelenet úgy van felvéve, hogy az emberek nem tudják, hogy forgatás van. Tehát, hogy ő frankon, tudod, oda megy valakihez, és így elkezdi hülyeséget beszélni. Tehát a filmben is, és egyébként a külön műsoraiban is rengeteg olyan szitu van, amikor ő rendesen bemegy, mit tudom én, egy fogadásra a pucéron. Vagy mondtam valamit, érted? Tehát, hogy az emberek valódi reakciói vannak benne, és utána iratják alá velük a szerződést, ha aláírják, hogy benne lesznek a filmben. Vagy egy csomószor nincs. A gyakorlatilag akkor street performance az egész. Végül is igen. Tehát erről nagyon sok infó van egyébként, hogy... Az durva. Hogy gyakorlatilag ez ilyen social trollkodás, amit csinál. Nem minden, de mondom, van egy külön műsora is, amiben ezt csinálja. Úgyhogy tehát voltak ilyen gegjei, hogy beöltözött Borátnak, nem a filmbe, és akkor így oda ment valahova, és így elkezd magyarázni, meg ilyen hülyeséget. De azért na, elég durva cucc. Én a Borátot szerettem. Remélem, jó lesz a második rész. Mondjuk, ahogy ismerem azt a hülyét. Egyébként ezt vágod, hogy ő egyébként egy borzasztó intelligens ember. Mármint úgy értem, hogy vannak vele, tudod, ilyen komolyabb beszélgetések, társadalmi kérdésekről, amire egyébként kurva gázmódon, de rávilágít sok esetben a filmjeiben is. Uh-huh. És nagyon-nagyon értelmes beszélgetések vannak vele egyébként. Érdekes egy csábú. Na mindegy, csak eszembe jutott a kurvaházról. Mert az egyik feminista beszélgetés zajlik abban a filmben. Egyébként, hogyha belegondoltok, a Borat alapvetően pontosan ez. Tehát sokan ugye a Borátot így mindenféle filmnek gondolják. A Borat egyszerűen az, hogy van egy kitalált ország, egy kitalált embere, aki elmegy Amerikába, és ez az egész új hullámos dolgot, ami ott megy, tudod, amiknek van gondolok az ikonikus részei, ő egyáltalán nem érti. Erről szól a film. Igen. Hogy nem érti, hogy mi van, és a feminista beszélgetés, vagy mozgalomnak ott a vezetőivel az a beszélgetés, az pont ilyen például. Uh-huh. Igen. Közben köszönjük az információt Szikétől, de úgy tűnik, hogy nem tévedtél gyakorlatilag semmit. A kurváz, a Szeráj, mint főnév,
Szultáni Palota női lakosztálya. Na ugye. Vagyis a akkor rosszul mondtam, bocsánat, nem Kazaksztán kitalált ország, hanem a város kitalálta, honnan jött. Mert ugye állítólag, bocsánat, nem Kazaksztán, akkor rosszul emlékeztem, de a város, ahonnan jött, ott, azt nem is tudom, valahol Romániába vették fel valami, nem tudom, hogy milyen faluba egyébként. Nem tudom. Ahogy olvastam. De én úgy tudom, hogy az sem kitalált, csak maga a hely volt az. Tehát, hogy, nem, tehát, hogy ahol forgattak a helyszín, az nem az volt, amit mondtak. Uh-huh. Erre már nem emlékszem. De azt tudom, hogy állítólag tényleg Romániában volt az a helyiség, ahol forgatták ezt a dolgot. Nem tudom. Én úgy tudom. Igen, én is annyit tudok, hogy Romániába vették fel. És... igen, elméletileg igen, írják. Igen. Volt valami balhé, azért emlékszem én is. Mármint ott a faluba. Igen, hogy utána baszogatták érte, hogy tudod, hogy nem úgy reprezentálta a dolgokat, ahogy vannak. Meg, hogy a helyszín neve kitaláció. Uh-huh. Igen, akkor ezt rosszul mondtam. Kupcsek. Igen. Na mindegy, hát elmevetek a csábú. Lényegtelen. Bírom az én hülyeséget. Jó, hogy nem fizették ki őket. Aha! Hoppá. Két csirke helyett csak egy csirkét adtak. Szóval Moldva volt. Bocsánat, aha. Ez gonosz lassan volt. Kiderül, hogy a Marson forgatták ezt a részt, de igen. Igen. Na mindegy. Most már ezt is letisztáztuk. Remek. Tényleg remek. Micsoda? Én nem tudom, nekem mondom, amit én láttam tőle, az a Bruno. Nem. Az nagyon sok nem. volt. Nekem az nagyon sok volt. Főleg, amikor a szellem. Amikor... Na, mindegy. Nem bírom. Én szerencsére annyira régen láttam, hogy nem emlékszek már jelenetekre. Elmentek a jóshoz, vagy mi a faszom, vagy a médiumhoz, vagy mi a kurvanya. Azt elkezdi lecidázni a szellemet. Á, kész. Jézusom. Nem. A Bruno nem volt jó. Az nem volt jó, de a Borát, a Diktátor, az is nagyon jó volt. Nekem igen, azok tetszettek. De talán már a Diktátor is nekem túlment egy kicsit. Nekem a Borát volt a legjobb. Én emlékszem, hogy is hívják azt a csávót, akivel ott balhézik a szállodába? Tudod, a nagy darab, aki vele megy. A Borátba? Vagy igen, a Borátba. A Borátba. Nem emlékszem a nevére. Az asszisztensére gondolsz? Igen, az asszisztensére. Mit tudom én, hogy hívják? De az meg hallod, ez a jelenet, amikor ott pucéron melegszerek. Hát azamat Bagatov, az meg, amikor ott pucéron futkodtok a folyosón, gec, meg ott szar a szét, ráül a pucér seggével a fejére, az meg. Nem, azt nem. Az nem bírom azt, hogy az mai napig fetrengek a faszomba. Na de hát ez van. Nem tudom miért. Ez egy ilyen... Tudod, amikor addig csinálnak valamit, ami kurva gáz, amikor már vicces. Ez kicsit olyan, mint a Family Guy, amikor verekszik a kakassal. Igen. Hogy miért csinálja ezt? Nem tudom, de egy idő után már az a vicces. Amikor már lesüllyedsz az őszintjére, akkor már rájössz, hogy ez tényleg jó. Igen. Valójában igen. Hallottad-e, hogy tegnap a Ferencváros milyen eredményt játszott? Balázs, nem hallottam, csak fingom sincs. Ha már dzsudzsákról beszéltünk, maradjunk egy pillanat erejéig. Még a focinál? Focinál. Na, várj egy kicsit. Volt Fradi meccs. Igen. Kivel? Valami skandináv országbeli. Ja, hogy külföldi csapattal. Igen. Igen. Az durva cucc. Igen? Nem tudom. Európa Bajnokok Ligája selejtező. Biztos. Nem tudom. Mold. Molde. Azaz. Igen. Molde. Köszönöm. Az mi? Valamelyik skandináv ország városa. Értem. Igen. Jó, haladunk. A Norvég, azt mondják, nem skandináv. Az... Szűkülünk, vigyázzál. Opa. Kupcsek. Meg lesz. Az eredményt azt tudom. Na, várjátok, kihámozzuk. Tehát BL selejtező a norvég bajnok csapat ellen. Na, megvan. Igen. 3-3 lett a vége. Igen. Aminek egyrészt örülhetünk, hogy idegenben döntetlen sok góllal, ez mindig jó. Igen. Abból a tekintetből nem örülünk, hogy 2-0-ra vezetett amúgy a Ferencváros. Aztán utána a Molde fordított 3-2-re, úgyhogy álltunk úgy, hogy 2-0-ról egy elég nagy mély torkost fognak bevenni a srácok. Igen. De aztán végül egyenlítettek 3-3-ra. Úgyhogy mondhatni, elég fordulatos mérkőzés volt. Mondom ezt úgy, hogy egy percet nem láttam a mérkőzésből, se a gólokból sem. Igen? Ennyi csak. Jó, hogy ennyi? Hát igen. A foci szurkolók kedvére is tegyünk majd, ne csak dzsudzsákról beszéljünk. Mint hír, amúgy mint magyarok, ez számunkra jogos. Fontos eredmény, bármennyire is követjük, nem követjük a magyar labdarúgást. Na, remek. Hát figyelj, nem tudom, a döntetlenhez is lehet gratulálni. Figyelj, bement 3 gól. Ez így jó, van. Ennek szerintem ennek örülni kell, hogy
Ezt így mellehozták. Jó tudom, lehetett volna jobb is, de mindegy. Igen, mondjuk Zsinórban 3 gólt kapti, azután megkönnyebbülés az döntetlen. Igen. Maradjunk ennyiben. Igen. Bár... A küzdeni akarás az megmutatkozott. Legalább. Ha lehet így fogalmazni. Legalább az. Annak örüljünk, hogy Zsuzsák nem a Ferencvároshoz igazolt. Akkor mit kapott volna? De hát az... Nem, szerintem a saját lelke ölte volna meg, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nem. Vagy ment volna Nyíregyházára. Ma lesz szuperkupa döntő. Miből? Quidditch? Nem, Barcelona fog szóval foci. Játszani Sevillával. Nem tudom. Itt Budapesten. Baszki, eszméletlen. Őszintén, elmondtam nem nektek Barcelona, már... Elmondtam nektek már, srácok, hogy az egyik legidegesítőbb dolog egy ember életében az én világnézetem szerint az, amikor nem tud valamit. És akkor az általában zavarni is szokott, és szeretek utána járni a dolgoknak, minél több mindennek, mert nem szeretem, amikor nem tudom, miről van szó. De valami beszarás egyébként, hogy mennyire nem vágom, tudod azt, hogy nem a focit, mert most mit lehet nem vágni. Érted? Tehát jó, persze valaki nem tudja, mi az a les, meg mit tudom én, nekem elmagyarázták, hogy van olyan, hogy les, mai napig nem értem, hogy ez miért gond, de tudom, mi az. Majd a LEGO építő streamben majd elmagyarázom neked 85-ödjére. Hogy mi a gond? Nem. Tehát, hogy mi a gond azzal? Igen. Tehát technikailag, hogy mi az, azt értem. Ja, miért jó. Baj? Én nem tudom. Hát, mert ez a szabály. Mint, hogy ott a vonal is, hogy azon kívül nem mehet. Én értem. Mint, hogy a pályán. Na jó, ez nem ugyanaz, mint nem mehet ki a vonalról. De hát. Nem, ez egyáltalán ott nem ugyanaz. Ott van egy képzeletbeli vonal. Képzeletbeli vonal, képzeld el, van szegény, iszonyat. Na mindegy, én arra emlékszem, hogy annak idején, amikor játszottéren fociztunk, senki nem foglalkozott ilyen hülyeségekkel. És mennyivel jobb volt. Mindig bizony. Csak ott maradtál a kapu előtt, az itt vagyok, létek. Igen. Nem is ez a lényeg. De hogy mennyire nem vágom, hogy mi folyik a fociban, vagy mit tudom én, de valahogy annyira nem, és mondom, néha sajnálom is, de annyira nem érzek késztetést arra, tudod, hogy mit tudom, elkezdjék vele foglalkozni. Uh-huh. Azért, mert nem tudok, tudod, nem tudok elköteleződni. Uh-huh. Olyan szempontból, hogy most mit tudom én, tehát mit kell csináljon egy csapat, ami mondjuk nem magyar, nyilván, igen. Mivel hogy ugye, ha már magyar, akkor már van kötődésed. Igen. Ahhoz, hogy én elkezdjem őket kedvelni. Tetszik a színe a meznek? Igen. Ez egy nagyon fontos szempont. Igen. Vagy hogy így, vagy mi? Hogy van benne egy csáva, aki a legnagyobbat köp? Lehet azért is, lehet azért is. Nem, általában nem ezért szokták az emberek, hanem hogy milyen szép gólokat lő, vagy én milyen jól csalázik. Én ezt értem, csak ugye, hogyha én most elkezdem nézni, én nem tudom ezt. Tehát nem tudok egy múltat csatolni persze, hozzá, meg ilyenek, hanem fingom nincs. És úgy, mint hogy elkezdem nézni a Bajnokok Ligáját, és tudom, hogy ülnék, hogy... Ezért szoktak többnyire ezek ilyen generációról generációra szállni. Igen, tudom, de az, hogy szeretni kéne a sportot magát, ahhoz gondolom, hogy elköteleződjön az ember. Persze. Nekem ez a bajom, hogy ezért nem tudok gyakorlatilag focit elkezdeni nézni, ha lehet ilyet mondani, mert nem tudom, hogy mit csináljak. Igen. Hogy most mélyet nézzek, vagy megyek kettőt, vagy mi a tökömet, érted? És meg azt, hogy nekem ezt a hót mindegy. Igen. Tehát most annyit látok, hogy mennyivel baszóbb ott a szélen ez a kamera, ez tudja, hogy nem valami szarmeccs, tudod, vagy itt tudom én, és akkor így ennyiből így látom. De az a baj, hogy nekem karakterek sincsenek, akik miatt. Olyanok vannak, hogy ismerem a nevét. Uh-huh. És mi van, hogyha ez egy köcsök? Hát én nem tudom. Érted? Hát tudom, hogy tudom annak a nevét, és akkor így, ja, ezt már hallottam, hogy szurkoljunk nekik. Aztán másnap reggel elolvasom Facebookon, hogy amúgy ez egy fasz. Az egész csapat egy fasz. És hitleristák, vagy nem tudom, érted? Fogalmam igen, nincs. Igen. Ez egy kicsit olyan, mint hogy próbálgatsz egy csomó sütit. Kipróbáltad egy nagyon jó sokat, nagyon sokat, és akkor egy idő után azt mondod, hogy nekem ez a kedvencem. Megnézed ezt a meccset, aztán melyik tetszett neked legjobban? Ez világos, csak mint teljesen laikus, meg aki totál távol áll a focitól. Ez nagyon sok idő. Hát ez ő, amit be kell fektesse abba, hogy egyáltalán el tud dönteni, hogy ez most így jó neked, vagy nem. Nekem ez a problémám vele. És ezért mondtam azt, hogy többnyire ez generációról generációra száll, mert ugye a 10 éves gyerek nem azért ül le meccset nézi, mert hogy ő meccset akar nézni, hanem valószínűleg azért, mert de én próbáltam. Fatar azt nézi. Nekem fatarom is szereti a focit, nagy fatarom, meg aztán Jézus Isten, érted? De nem. Nekem nem tetszett sose, hogy a faszomat, nem tudtam, mit nézek rajta. Van ilyen. Lényegtelen. De mondom, azt a részét, tehát mit tudom, hogyha Magyarország játszik, mit tudom én, amikor például válogatott volt, hogy EB, meg mit tudom én, akkor én is szurkoltam. Mert azt tök jó, mert volt érdekem hozzá, érted? Hogy na menj, bázd meg, dugd meg a seggét, meg mit tudom én. De így meg érted, játszik, tudod, egy ilyen piros, vagy zöld, egy sárgával, érted, így a mezek, és így nem tudom, hogy ki kicsoda, meg hogy mi a faszért vannak ott, meg hogy miért nem kamiont vezet. Tehát nem tudom, bazd, érted? Nekem ez a bajom, hogy nem tudok elkezdeni nézni. Főleg, amikor tudod, meghallom ezeket az angol csapatokat. Érted? Hát a Chelsea, és így nézek, hogy mi van a Chelsea-vel? Hát az a Chelsea, és mi van a Chelsea? Hagyjam a békébe azért, az így, mit tudom, része az meg Londonnak, vagy Angliának, vagy az anyám picsáját, ugye minek? Hagyjam a vele békén. Érted? Még szerencsére, hogy a Chelsea-t mondtad, és nem a Manchester United-et. De te tök mindegy, a Manchester United-ben annyit tudok, hogy Beckham. Érted? Ő neki meg látom az ilyen tetkós parfüm reklámját, és akkor így... Igen. Szóval nem,
egyszerűen az a baj, hogy nem tudok bekerülni már ebbe a körbe. Érted? Ez olyan, mint most elkezdeni StarCraftozni. Hú, hát igen. Érted? Igen. Hogy így nem tudom, hogyha élvezet, hogy fáj, akkor csinálja, de amúgy meg annyira nem jó. Szóval ez ilyen, nem tudok, de remélem érthető, amit mondok, hogy nem tudom, tehát nem, de nekem nincs olyan, mert mit tudom, hogyha mondjuk kosárlabdát nézek, tudod, mit tudom én, és ha látok mondjuk egy Chicago Bulls-t, ami most már valószínűleg nem olyan jó, mint volt régen, gondolom, meg mit tudom én, sőt, akkor is tudok csatolni hozzá valamit. Uh-huh. A focinál nekem ez nincs meg. Tudod, nem tudom azt mondani, hogy talán tudod a VB-s, uh-huh. tehát a válogatottak, uh-huh. de tudod, meg én is még mindig úgy vagyok, tudod, hogy mindenki brazil volt. Ezt akartam érted? Pont kérdezni, hogy Pelét mondok, akkor nem tudsz csatolni. Pelét azt tudom, hogy ki. Nem. Pelét azt tudom, hogy ki, de most nem is arra van szó. Ez hogy mindenki brazilnak szurkol. Igen, de tudod, amikor volt még az a... Azért az ikonikus játékosaik. Igen, és annak idején, amikor megvolt ez, tudod, amikor a Roberto Carlos, meg Ronaldo, meg az a team volt. Ezt akartam mondani, nem csak Pelére gondolok, mint brazil, hanem... Igen. Akkor arra úgy emlékszem, hogy jó, bazd meg, de durva volt, meg minden, érted? Igen. Most meg így nézem, hogy hát igen, ahogy most látom a bőrszínükön, ők nem európaiak. És így ennyi, ezzel így kiismerül. Igen. Ez a bajom. Hogy nagyon, tehát hogy nem tudok azonosulni vele. Pedig tök király lenne egyébként, mert biztos jó élmény lenne mondjuk, mit tudom én, egy nagy meccseket nézni, meg mit tudom én. De tudod, ez olyan, hogy akkor tudsz valamilyen szinten hozzáérni a focihoz, hogy mit tudom, hogy ott bejutok egy kocsmába, és akkor van négy srác, aki kurvára vágja, és ők szurkolnak a Barszának. És akkor jaj, jó, akkor én is. És akkor ábasztam, meg nem nyert, meg itt tudom én. De amúgy, hogyha egyedül ülök le, akkor így Barcelona, mit mondtál, Sevilla? Bayern München Sevilla. Bayern München Sevilla, tudod, és nézel, igen. Aha. És melyik? Igazából ez tud lenni az egyik legjobb, amikor olyan csapatnak ülsz le, vagy két olyan csapatnak ülsz le, meccset nézi, amelyiknek egyiknek se szurkolsz. Ma akkor te csak azért szurkolsz, hogy de nekem minden legyen, egy jó, legyen egy jó meccs. Hát érted, igen. És akkor te mind a két gólnak tudsz örülni, mert hogyha egy csapatnak szurkolsz, akkor nyilván csak annak az egy oldal góljainak tudsz örülni. Igen, mert vannak olyan sportok, tudod, vannak olyan sportok, amik úgymond ilyen kicsit ilyen spectator friendly-bek, érted? Főleg az egyéni sportok, tudod, azok olyanok, hogy... Mint a maratonfutás? Nem, mondjuk olyasmire gondolok, nem úgy egyéni sport, hülye. Megnézz egy snookert mondjuk, az igen? egy egyéni sport, mert ugye igen? egy ember a csapat. Igen. Vagyis hát nem csak egy ember játszik, de ott is csapat. Nézzel mondjuk egy snookert, megnézzel mondjuk egy dárcot, vagy megnézzel egy sportlövészetet. Hát ezek sokkal pörgősebb sportok. Ezt akarom mondani, hogy ezek mind olyanok, hogy bekapcsolod, és akkor látsz néhány jó megmozdulást, mit tudom én, és azt mondod, jó, az a kurva, ez a csávó, ez mennyire durva. A focit nézed, tudod, ott van 11 ember, tudod, a gól! És tudod, így, ő rúgta, aha, és akkor tudod, így elkezdődik a szabadul, vagy újra kezdik a középkezdés. Igen, ezt igen, akartam igen. mondani, és így nézed, aha, melyik volt? Hogy az amúgy hol van? Meg aki hátul áll, vagy aki elől. Tehát tudod, nem tudsz hírót fogni, érted? Vagy hogy mondjam? Hogyha nulláról nézed, akkor nem. Hát de ne, én nulláról nézem, erről beszélek. De azért mondom, hogy nem nulláról kell elkezdeni eldönteni, hogy kinek akarsz szurkolni, hanem elkezded nézni. Nulláról, valameddig. Hát jó, hát és hány fejét tettél életedben, míg eldöntötted, hogy okay, a vanília lesz a kedvenced, hogyha nem az, akkor nem az. De... Nem az, de most nem is ez a lényeg. Hanem maga az, hogy tudod, hogy szerintem nagyon sok sport van, amit könnyen lehet úgymond így a nulláról adoptálni és megkedvelni. Igen, a focit szerintem nehezebb. Eleve jobb többen nézni. Tehát ez már egy olyan dolog, tudod, hogy mi van. Azt tudod, miért nézik annyian? Mert hogy nagyon sokan csinálják gyerekkorukban is. Igen, tudom. Az iskolában játszanak. De mondom, nekem nem a szabályrendszerrel van bajom, vagy az, hogy tudod, hogy technikailag mit jelent az, amit csinálok, bár nyilván nem tudom. De na, tehát rúgdassák a labdát, tehát ez így átmegy. Csak tudod maga az, hogy miért nézd a meccset. Mert tudod, tehát azt, hogy most hogy legyen egy szép játék. Na jó, bazd meg, de most 90 percig ott ülsz, lehet, hogy az utolsó két perc lesz izgalmas, lehet, hogy már akkor már öltöznek át. Ez mindig benne van. De sose tudhatod, lehet, hogy pont akkor fogják megdönteni a leggyorsabban rúgott gól rekordját. Mert ez minden meccs így kezdődik, hogy na, mikor fognak gólt rúgni. Engem. És lehet, hogy 20 másodpercet kell rávárni, lehet, hogy 20 percet, lehet, hogy meg egy fantasztikus 0-0-ás mérkőzés nézel végig ezt. Igen. Abban igazad van egyébként, hogy alapvetően tehát így nulla juliként leülni, nézni egy bármilyen sportot, hogy nem most megpróbálom nézni ezt, abban igazad van, hogy az akciódúsabb, mozgalmasabb sportokat könnyebb igen, de mondjuk, hogyha, megkedvelni. De hogyha a darts példájánál maradunk, hogy életedben nem játszottál darcot, hány meccset kell végignézni, míg rájössz arra, hogy duplával lehet kiszállni a versenyeket? Ebben igazad van, csak tudod, a focihoz én nem úgy állok, mint aki életében nem játszott. Tehát azért mondtam, hogy én annyival a játékkal tisztában vagyok, meg azzal, hogy most mikor mi történik.
De a dartsnál tudod, mit tudom én, nézed 10 percig, érted? És akkor már látod azt, hogy mit tudom én, a két csávó közül az egyik, az meg olyan, mint egy isten, érted? Meg úgy dob, hogy beszarsz, és akkor azt mondod, hogy az remélem megbassza a seggét, yeah! És tudod, hogy végignézed azt a negyedórás valamit, érted? Igen, vagy, igen. Vagy 20 perces kört, vagy nem tudom, ordibál a izé, hogy 180, meg mit tudom én, és igen, akkor tudod, igen. Akkor tudod, hogy az fasza. Nem tudom, valahogy a foci nekem ebből a szempontból nehezebb, de most nem arról van szó, hogy vágyok rá, hogy nézzem, vagy ilyesmi. Csak néha tudod, érdekel, mert tudod, az ember szereti, tudod, a beszélgető kártyáit előkészíteni, és egy olyan társaságban össze, ahol a fociról beszélgetnek, legalább annyi tudod, hogy ne az legyen az egyetlen témát, hogy stadion! Érted, mert gyakorlatilag mindenki a fociról beszél, ugye? És ez ugye elég gáz, mikor valaki, mit tudom én, valami komolyabb témáról beszél a focin belül, te meg ott annyit tudsz mondani, hogy ja, stadion, ja. Az úgy gáz, hogy úgy szívesen hozzászólnék én is, de nem tudok. Ugye általában elviccelem. Van ilyen. A dolgokat nem tudom, olyan... Ne. Na most persze, hát most, hogyha nem érdekel téged a téma, és nem vagy benne jártas, akkor nyilván nem az lesz az a legjobb téma, amivel hozzá tudsz szólni a dolgokat. Igen. Igen. De mondom, ez valószínűleg, tudod, ez ilyen szubjektív dolog. Mert van, aki meg úgy áll hozzá, tudod, hogy nagyon szereti, meg tudom, én például a szurkolói mentalitást sem értem. Hogy tudsz szurkolni valami annyira idegennek tőled. Hogy mit tettek érted, vagy mi történt? Tetszett a Messine? Alapvetően igen. Azért mondtam, hogy ez egy nagyon jó megfogás volt. De alapvetően egyébként tehát nem is értem, de amúgy meg... hogy mondjam, biztos állat lehet, tudod, hogyha valamivel kapcsolatban ennyire valaki elhivatott, meg van őrülve, meg ilyen szenvedélyé válik valami. Nekem is van sok ilyen az életemben, csak nem egy foci csapat. Tehát az érzést ismerem, hogy biztos király. Érted? Mert neki legalább van valami. Tudod, mert amikor ez a meccs van, akkor én leülök, bazd meg, és akkor tudod, az egyik cipőmet leveszem, a másik fennmarad, mert akkor tudod, mákuk lesz, mert mit tudom én. Ezek jó dolgok. Hát most szégyen nem szégyen, gyakorlatilag ugye kicsit a NFL-re átnyergelve. Igen. Én is a mezük alapján szelektáltam először, ki az, aki szimpi, nem szimpi, és akkor tudod, hogy ez a sok csapatból lett kevesebb csapat, aztán még kevesebb, és aztán maradt egy. Ott már nyilván nem azért, hogy melyik volt a legjobb mez, hanem hogy azzal indítottam az első szelekciót. Igen. De és a feleségem is ugyanígy a mezük alapján kezdte el szelektálni, hogy ki az, aki tetszik, ki nem, aztán utána maradt, választott ő is csapatot, hogy ne, akkor neki az a kedvenc csapata. Igen. Én az NFL... és a stadionokkal kapcsolatban megint csak egy NFL, bocsánat. Beszéltünk róla tegnap előtt, nem tudom, a Las Vegasba építettek egy új stadiont. Igen. Csapatnak. Nem beszéltünk róla, csak így magán beszélgetésben. És hogy két hete kezdődött a szezon ott is, viszont hát nyilván ott is. Amerikában is elég durván sújt a korona, ezért többnyire zárt kapus mérkőzéseket rendeznek. Raiders! Igen. És a Raidersnek az első hazai meccsét ugye meg is nyerték, és mennyire jó lehetett ez a építetek, nem tudom hány millió dollárért. Hát ez nem millió dollár volt. Igen. A milliárd is sok millió, úgyhogy... Igen. Igen, igaz. Ott van egy kurva nagy stadion, rengeteg szabad helyjel, jön, elkezdődik a szezon, mindenki erre várt, oké, végre Las Vegasnak is van fasza csapata, király, és egy üres stadionban játszanak, mert nem mehet be senki. Kurva nagy szopás. Mi láttuk ezt a stadiont Janival, amikor januárban voltunk, amikor a Grand Canyon túron voltunk, akkor volt egy ilyen idegenvezető, vagy hogy mondjam, és buszsofőr, és amikor elmentünk mellett, akkor mondta is, hogy most épül, már akkor majdnem kész volt. Igen. Hát ezt többnyire azért nem két hét alatt húzzák fel, úgyhogy... Igen. Úgyhogy mi láttuk egy ilyen iszonyat durván, ilyen szinte teljesen fekete stadionra van szó, és tök durva, hogy mondták, hogy van börtöne. Van börtöne a stadion. Hát ott rosszalkodsz, akkor ott egyből lezárnak, aztán majd... Mész a dutykóba, azt majd jön a zsanú. Így van. De van börtön a stadionban, mekkora durva. Saját börtöne van, ezt imádtam. Na mindegy, úgy ennyit tudok. Ezért tudtam csak, hogy Raiders, mert közben tehát minden mondat végén mondta, hogy Raiders! Úgy megjegyeztem, hogy akkor ez a Raiders stadion lehetett. Így van. De nagyon durván néz ki egyébként. Tényleg eszméletlen kemény. És ezért jó fej volt az irányító, a kis alkoholos fésztollal valamelyik betonfalra ráírta a dátumot, meg az eredményt, hogy az első hazai mérkőzés, és behúzták a győzelmet. Igen. Na mindegy, ez nagyon durva, mondom. Nem akartam belemászni a fociba, nem is másztam, tehát nem is ez a lényeg, csak tudod, mondom, furcsa, hogy a világon zajlik, tudod, egy ennyire borzasztóan népszerű, tehát az egyik legnépszerűbb dolog, ami a világon létezik. Melyik focira gondolsz? A sima foci. Igen? Az a világon az egyik legnépszerűbb dolog, ami van.
ami ennyi embert érdekel, ami ekkora múltra tekint vissza, és tudod, és az ember így nem tud róla semmit. Uh-huh. Jó, nem semmit, de tudod, hogy ami éppen zajlik belőle, abba semmit. De és néha úgy furcsa, tudod, hogy ennyi minden történik az ember mellett, úgy, hogy ő meg ott így ül, hogy mi van. Úgyhogy... Én így vagyok a rally versenyekkel például. Ja, persze, igen, csak tudod, a rally verseny például az egy sokkal szűkebb közönséget érint. A foci az minden. Szinte igen. A világ, az összes kontinensen játsszák, mindenki tudja, hogy mi az, érted? Igen. Mondjuk ezek a rallyra is igazak, de... Igen, de igen... Jó, értem én, hogy a rallynak az sokkal kevesebben nézik, és kisebb a rajongótából. Pedig amúgy a rally verseny is kibaszott jó. Egyébként, igen. Meg rohadt izgalmas. Igen. Na, nem mindegy. Amerikában nem a baseball van előnyben? Na jó, de hát Amerika nem a világember. Az űrlények szerint az? Akkor ő egy űrlény? Lehet. Hoppári. Lebuktál. Lehet, hogy amúgy, most ettől függetlenül, hogy egyébként lehet, hogy a baseball a legnépszerűbb Amerikában, ezt nem tudom. Nem tudom. Ott is teltház van, meg itt is teltház van. Azt tudom, hogy a legnézettebb az a szuperkupa. A sportesemények közül. Mármint a Super Bowl? Amerikában. Super Bowl, igen. Super Bowl. Most ez... Az a szuperkupa, az most lesz majd Pesten azért. Igen, de az az európai része, de ha jól tudom, akkor az összes ilyen sorozatban meg mindenhol szuperkupának fordították magyarra. Csak nem szuperlabdának, akkor beszarok. Mert nem is labda, mert bál, nem? Super Bowl. Nem, nincsen szerintem lefordítva. Nincsen? De nem tudom. Kérdés, mint teljesen laikus. A Super Bowl, az nem Super Bowl, a Super Bowl. Mint tál. Vagy Super... Igen, mint a... Tál. A tál, igen. Ha, jó, akkor ezt jól tudtam. Első az amerikai foci. Csak régen volt a baseball. Uh-huh. Azért mondom, hogy bowl. Oké, okay, akkor ez így megvolt. De akkor ezek szerint már az népszerűbb. Hát na, de ez is érdekes. Mondjuk érdekes az, hogy Amerikában mi népszerű, meg mi nem, ott sok minden másképp van, mint a világ többi részén. De Amerika egyébként óriási nagy, de hogyha a világot nézzük, annyira nem. Rettetlen sokan élnek ott. Az tényszerű. Igen, igen. Meg az, hogy a kulturális befolyása és a gazdasági befolyása a világra óriási, az is igaz. De amúgy nem olyan nagy. Igen, bocsánat, csak egy hozzászólást sikerült elolvasnom. Konyesztól köszönjük. Nevezzük csak Szupcsik-Kupcsinak. Ajjajajajaj. Pont a múltkor láttam egy képet, csak nem tudom, hogy megtaláljuk-e, vagy megtalálom-e. Hogy mekkora Amerika? Ezt a képet, igen? Ezt kellene felhelyezni. Ez is Pinterest. A kurva anya! Ne, abba hagyom. Bocsánat. Az is Pinterest? Na, nem jó a print screen-t. Igen, mondjuk legyen talán ez a kép. Talán ez a kép. Ezt talán meg tudom mutatni nektek. Van egy ilyen oldal, hogy Visual Capitalist, és... Már egy ideje gondolkozok azon, hogy az ilyenkor, amiket kilinkeltek, azt majd a VOD nézőknek a leírásba berakom. Egyszerűbb legyen az életük. Gondolkozz rajta. Van egy ilyen cucc. Igen, ezt elfelejtettem, hogy itt nem akar működni az Enter. Van ez. Csak az, hogy mekkora Amerika, meg hogy mennyire sokat gondolnak róla. Ez mennyire baszó? Nézd meg, itt van Balázs, hogy láss te is. Uh-huh. Ez csak Afrika. Oh, yeah. Tehát ez egy durva cucc, hogy mennyi minden fér bele Afrikába, hogyha így nézitek. Azért... Egy picurkát. Tehát szerintem nem mindenkinek van meg az, hogy Afrika mondjuk ilyen nagy. Jó, az más kérdés, hogy mennyi, mekkora része igazából lakható, meg hogy milyen helyzet van ott, meg ilyenek. A sivatagban azért. Igen, persze, oké, csak hogy tudod, mindig mondják, hogy hát Amerika mekkora, meg hogy jöttöd meg, ami ott van. Hát jó. Ott is van sivatag. Igen, de Afrikában is fociznak. Azt hiszem. Mármint soccer fociznak. Igen, igen. Ugye, ja, ez például elég durva, hogy Afrika például mekkora, és tudod, erre így. Tudod, úgy néznek, hogy Afrika. Hát harmadik világ sajnos. Az a fő, elefánt, fül a lakó, izé. Tehát mégis hatalmas. nem az afrikai országok rajta. Igen. Az, hogy csal a földgömb? Ó, bizony. Bizony, hogy csal a földgömb. Bár hogyha az az igazság, hogy a világot magát, mikor elképzeled, mikor a földgömböt látod, igen. Vagy igazából nem. Igazából azt mondanám talán, hogy a földgömb nem is csal annyira. Amikor ezt a kiterített képet látod a világról, akkor furcsa, hogy nem nagyon érzed a mértékeket, de hogyha így elkezded, mondjuk így kilennének vágva az ország, és elkezded bepakolni egyiket a másikba, akkor kijönne, hogy mennyire rohadtul nagy. De hatalmas Afrika például. És... Micsoda?
Az más kérdés, hogy milyen az élet ott, srácok. Jó, hogy a föld lapos-e? Ez teljesen mindegy. Afrika méretén nem sokat változtat. Láttam egy múltkor egy tök jó mémet, a lapos földhívő veszekedett egy nem lapos földhívővel. Ilyenkor felmerül a kérdésben, hogy miről? Hát nyilván a földlaposságáról. A lapos földhívő ugye csinált egy fényképet, hogy látja a 15 kilométerrel alul lévő falut vagy városot, ugye a tököm is. Ez a, na, ha gömbbe ülene a föld, akkor nem látnám. Erre mit szóltok? Igen. És ugye írták neki, hogy te nagyon állat, ez a Angliában élek, még se látom a Himaláját. Hát igen, csak ugye az, hogy... ők azzal indokolják, hogy a messzire nem lehet látni. Akkor már nagyon pici. Vegyél egy nagyon jó távcsövet, akkor sem fogod látni. Én tudom, hogy nem fogik látni, de na. Úgyhogy a föld geoidnivaltán szerintem nincs mit vitatkozni, ezért kérdeztem így viccesen, hogy vajon mi vitatkozik a laposföld hívő azzal, aki tanult az iskolába. Hihetetlen egyébként, hogy nem lehet elmagyarázni nekik, ez valami fantasztikus. Hogy működik egy gömbfelület, vagy egy geoid felület, most teljesen mindegy, egy gömb az egyszerűbb. Tehát ez egyszerűen elképesztő, hogy nem lehet megérteni, és nem értik meg. Én arra lennék kíváncsi, hogy ők hogy magyaráznák meg azt, hogy tudod, ez a felszállsz Tokióba, és elindulsz keletre, körbe repülsz, az megérkezel Tokióba, hogy ez hogy lehetséges, ha nem gömb, vagyis nem gömb, hanem geoid. Hát úgy, hogy ők úgy magyaráznak, hogy csak simán oldalra repül. Vissza meg visszafelé. De érted, ez a egy irányba repülsz, nincs az, hogy elmész meg visszafele. De. Ők így képzelik. Ennyi. Miért felülsz a gépre, hol látod Róma, és hagyjam a hőségeddel. Ott is valami ilyen üzei van, valami agymosók. Sok víz van alattam, aztán szépen megfordult a repülő, mi? Igen. Na mindegy is. Alaposföld elmélet, tehát hogy mondjam nektek, nagyon egyszerűen fel lehet fogni egyébként ezt a világot, meg nagyon ki lehet sarkítani egyébként. Néhány gondolat mellett nagyon-nagyon érdekes, attól függ, hogy milyen szempontból nézzük őket. Mert érted, az ember is rátekint dolgokra, így a saját szemszögéből. Uh-huh. Ugye így láttuk például, hogy a fizika fejlődött, meg mindent adott, hogy először felnéztünk az égre, azt hittük, hogy mi vagyunk középen, stb. Minden látásmód kérdése egyébként. Pont a múltkor hallottam egy ilyen rettentő jó hasonlatot, hogy igazából, hogyha belegondolsz, képzeld azt, hogy te vagy a nap. Igen. Érted? Igen. Ha te vagy a nap, akkor te mennyit látsz mindenből? Annyit látsz, hogy ott a föld, érted? Igen. És így láttad még egy ilyen semmi korában a földet. Meg láttad azt, amikor kilőttek egy Teslát az űrbe. Érted? Igen. Ezt is láttad. És tudod azt, hogy nélküled nincs. Igen. És te mit csinálsz? Hát sütsz. Nevezzük így. Sütsz. Tehát gyakorlatilag ott van egy ilyen sárhalmaz, és elég az, hogy így világítasz rá, és ilyen dolgok történnek rajta. Ennyi. Tehát a nap annyit tudott mondani, hogy addig sütöttem azt a szart, míg már űrbe mennek, meg mit tudom, hogy megőrülsz. Az előbb meg még szarra dobálták egymást. Ez így van. Minden csak szemszög kérdése. Ha belegondolsz, ez egy olyan dolog, hogy ha az ő szemszögéből nézzük, tényleg csak annyi kellett. Sütött rá a nap, azt annyi kellett, nem? Uh-huh. Elég annyi, hogy világítasz a földre, azt így történnek rajta dolgok. Ha meg nem világítasz, akkor meg nem. Ennyi. Szóval, ennyi. Mindenhez csak a napfény kellett. Nem? Meg még egy-két más dolog is, de az is. Igen. De ez lényegtelen. A nap ennyit lát belőle. Ha nem sütök, meghalap mind. Ha sütök, mennek az űrbe. Ha nagyon sütök, akkor is, de... Felfedezik az univerzumot, meg minden, milyen durva, nem? Azt ő meg csak így, ha? Érted? Szóval hát ez egy ilyen dolog. És hogyha belegondolsz, akkor valójában, hogyha egyik szemszögből nézed, akkor ez így működik. Igen. Érted? Hogy érdekes meglátás. Mindent ki lehet ennyire sarkítani. Érted, hogyha egy külön szemszögből nézed. Ezért van az, hogy nagyon sok ember, tudod, ilyen baromságokat beszél. Tudod, hogy mit tudom én, teljesen kisarkítja a dolgokat. Érted? És valószínűleg a laposföld hívők, vagy a bármilyen elmebeteg hívők, amik tudod, még ilyen elmebeteg dolgokban hisznek, volt már erről happy hour, ők csak annyit látnak a világból, hogy igen, ők vannak. Igen. Érted? Ez ilyen. Ez van. Most ugyanilyen kisarkított dolog egyébként, hogy a kukás is jön minden kedden, vagy szerdán, ahogy jön nektek, teljesen mindegy, ha kinéztek az ablakon. Ha nem néztek, ki lehet, nem is jön. Ezt nem lehet tudni. Lehet, hogy valaki, aki nem néz ki soha, az lehet azt, hogy egy űrmanó szippantja ki a szemedet a kukából. Ugyanolyan kisarkított látásmód ez. Micsoda? Úristen, belenéztem a chatbe. Ne. Mi a fasz? Pedig itt ilyen grau
groundbreaking dolgokról beszélgetünk, amik egyébként alapvetően az ilyen elmélkedések vezetnek általában a nagy dolgokra. Erre meg ilyen dolgok zajlanak. Annyi baj legyen. Ajaj. Na mindegy. A másik dolog egyébként, ami baromi érdekes, hogyha már ilyen dolgokról beszélgetünk, az tényleg az, és ezt is a múltkor hallottam egy műsorban, hogy tök durva, hogy ugye rengeteg sok pilóta van, aki ugye úgymond tapasztalt, azonosítatlan légijárművet. Mm-hmm. És most már a Pentagon is elismerte. Igen. Hogy ezek a felvételek valós felvételek, nem tudjuk felvételek. Igen, igen. Valamint a Pentagon kiadott egy nyilatkozatot arról, hogy találtak olyan úgymond járműveket vagy eszközöket, amik nem ezen a bolygón készültek. Hoppá. Látod itt a gond? Hogy ezt jó pár hónappal ezelőtt megtették, én meg is osztottam Twitteren. És a COVID Igen. Mert várj, az, hogy elismerték a felvételek létezését, az rémlet nekem. Az a része nem rémlet, hogy találtak olyan járművet. De ez teljesen lényegtelen, ezt nagyon sokan olvasták. És milyen durva, nem, hogy láttuk a filmeket, meg minden szar, meg ilyenek, és itt vagyunk, a világ meg... És? Tudtuk. Akkor mi van? Mindenki... Ennyi. De ez mennyire durva, nem? Hogy senkit nem érdekel igazából, nem mozgatott meg senkit. Tudod, persze nyilván, akik, tudod, akik érdekeltek ebben a dologban, azok egyből azt a kurva, meg minden, a világ meg így, és akkor mi van, leszarom. Ez végülis az 51-es körzetet is ennyire rohanták le, mekkora hype volt. Tényleg HH-ban is beszéltünk róla konkrétan. De milyen durva, nem? De azért érdekes, hogyha belegondolsz, hogy valójában ilyen... Tudod, és akkor mit csinálják vele? Igen, de pedig... A tudósok szétszették már, rájöttek már, hogyha működik, tudom már mi ismerni vele? Nem, akkor... Igen, az az igazság, hogy sokan úgy állnak hozzá, hogy azt gondolják, hogy a Pentagon részéről például ez szándékos, hogy csak csepegtetik. Uh-huh. Azért, mert pont azt akarják, hogy asszimilálódjanak az emberek. Ja, hogy szokják, elfogadják az információt, azért nem egyből ledobják, tudod, hogy amúgy ő itt kár, ő annyira nem ember, de mindegy. Tehát így ez ne legyen, persze nincs ilyen. Hát igen, ott azért elég nagy káosz lenne, és riadalom, hogyha csak úgy lehúzna magáról az emberbört, aztán egy kis zöld manó elkezden ugrabugrálni. Igen. Na mindig, szóval érdekes, hogy amikor már tudod, ilyen szervek ítélik, vagy úgymond nyilatkoznak ezekről a dolgokról, és igazából nem nagyon rász fel senkit. Érted? Hanem inkább az érdekli őket, hogy melyik politikus kurvázik, és arra írják azt, hogy elterelik a figyelmet a gazdaságról. Azt hiszem. Azzal. Hát nem csak arra terelik el a figyelmet, mert téged csak ez érdekel. Úgyhogy mi a tanulság? Le kell hozni a Washington Postba, bazd meg, hogy találtak egy UFO-t, aki kurvázott. Érted? Miközben politikai pályára indult. A város pénzéből. És akkor egyből, bazd meg, vannak UFO-k, azt a kurva! Érted? Hogy minden? Vagyis földön kívüliek, bocsánat. Akkor tudja, hogy ott lenne. Minden. Igen. Az hódzia. Ott lenne, hogy mit tudom én, tudod, Klandu Mankun, aki jött a nem tudom melyik csillagrendszerből, elcsalta a villamos pénzt. Érted? 12 milliárd forintot az építésből. Érted? A kurva anyját. Földön kívüliek. Megérlek, tudtam. Igen. Ez kéne legyen, és akkor mindenki felfigyelne rá. Az hódzér. Nagyon durva. Annyi sok érdekes dolog történik a világban, az meg, amire nem figyelnek az emberek egyébként azért, mert sokkal jobban érdekli őket a gáz. A szar, a fors. Érted? Mert az az egyéb. Mi? Mi a tiéd? Kurvázzál te is, nincs a fíz, mi? Na, persze nem. Csak tudod, így mit tudom, nem tudom már, mit gondoljak. Érted? Hogy most mégis mi van? Annyi sok felfedezés, környezetvédelmi probléma, millió dolog van a világon, ami történik, és most már a világon kívül is, ugye? Mm-hmm. Mert megtudtuk, hogy Tom Cruise-ék tényleg mennek az űrbe filmet forgatni. Mi a fasz? Na mindegy, de ez is lényegtelen. Ott voltunk Marikával. Érted? És a polgármester úr beszedte a pénzet, érted? Arra, hogy nagy piacolunk, az semmit nem láttam előle. Igen. Mit csinált vele? Biztos, hogy kurvázta el. Az egészet. Az egészet elkurvázta. Odaadta az UFO-nak, hogy elkurvázta. Ez a lényeg. Meg az, bazd meg, na, ezt mondhatom, nem tudom, hogy mondhatom-e, nagyon durva. Na. Vannak oldalak, ahol összegyűjtették a reakciókat, tudod, az újabb fajta COVID szabályozásokra. Megint maszkot kell hordani mindenhol, igen? Érdekes reakciókat? Ajaj. Én nem fenyegetőzni akarok, de háború lesz. A nép ezt már nem tűri. Istenem. Ezt így elolvasod, és így... Hogy így miből jön, tudod, a tömegszellem? Uh-huh. Tudod?
A nyájeffektus. Tehát, hogy honnan gondolja, hogy mindenki ennyire hülye? Hát mert az a három ember, akivel már beszélt, az háború lesz, fel fog kelni a nép, ezt már nem tudom. Nehogy már fel kelljen venni egy maszkot az arcomra. Mert hogy? Mit mondott? Belőlünk nem csináltok kutyát. Azt mondták. Az igen. Belőlünk nem csináltok kutyát. Érted? Ilyen emberek vannak. Érted? És akkor beszélgessél bazd meg arról, de miért? Érted? Miért? Hogy hogyan fejlődik a világunk, hogyan fejlődik a technológia, hogyan lesz 20 év múlva már egy egészen más világ, mint most, és el sem tudjuk képzelni, hová tart az emberiség. Beszéljünk ilyen dolgokról, amikor járvány idején vannak olyan emberek, akik levegőt vesznek, és ilyeneket mondanak. Istenkém. Mi a tök? Tehát... Köszönjük, Jani. Köszönjük, igen. A kedvence az, hogy nekem ne korlátozza senki a szabadságomat, majd én eldöntöm, hogy elkapom el a vírust, vagy sem. Igen. Igen, pedig ezt nagyon sokszor tudod, ilyen szájbarágos, amit a gyökereknek elmagyarázták alapvetően, hogy senkit nem érdekel alapvetően, hogyha te elkapod a vírust, azt megpusztulsz a lakásba. Ez senki nem érdekel. Csinálj, arra szeretnéd. De nem ez a baj, nem ez a probléma. Na mindegy, de annyira tudok nevetni egyébként, vagy sírni. Korlátozod mások szabadságát vele. Hát megpusztulsz a lakásba, nem vesz észre senki. 3 hete ott bűzölöksz, hát az a szegény szomszédoknak. Össze kéne szedni egyébként egy kicsit így történelmi háttérrel is a különböző országok által meghatározott részeit annak, hogy miről is szól egyébként alapvetően a szabadság. Tehát amikor valaki úgy érzi, nyilván ez szerintem egy ingerküszöb az emberekben. Mindenkiben egy másik ingerküszöb. Erről beszéltünk a múltkor. Hogy ki mikortól érzi úgy, hogy korlátozzák a szabadságát alapvetően. Mert ugye nyilván vannak olyan emberek is, akik úgy érzik, hogy az, hogy dolgozni kell, különben éhen halsz, az is a szabadságának a korlátozása. Szerintem sem az. De fura, hogy minden embernél máshol van ez. Jó, persze vannak ilyen idióták, akik azt hiszik, hogy most ez így, ez már az ő szabadságú korlátozása, vagy mit tudom én. De azért érdekes lenne erről a témáról beszélni, hogy van valahol a szabadságnak alapvetően olyan meghatározása, ami helytálló? Most nyilván nem az amerikai alkotmányra gondolok, vagy mit tudom én. Igen, valamelyik... De ugye vannak országok, nem csak Amerika a világon, ahol konkrétan ugye arról beszélnek, hogy a szabadság jogaidat gyakorlod, amikor ezt teszed. Érted? Vagy azt teszed. Hogy kíváncsi lennék arra, hogy mi az, ami... Tehát, hogy ki lehet ezt mondani? Hogy mikortól számít valami annak, hogy korlátozzák a szabadságodat, vagy nem? Hogy létezik-e ilyen meghatározás, vagy ez tényleg egy ilyen teljesen szubjektív dolog mindenkiben egy ingerküszöb. Amit ugye átlépsz, akkor is annyi. Mert szerintem van erre ez meghatározás. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek saját maga dönti el, hogy mi az, ami még az ő szabadságához hozzátartozik, és mi az, ami még belefér. Már mondjuk nem tudom, aki szerint korlátozzák a szabadságában azzal, hogy maszkot kell hordjon a ruha miatt. Miért nem panaszkodik, hogy miért kell felvennem egy nadrágot, miért nem jártok egy cáfazba? Jó, persze, igen, ugyan szélsőséges gondolatok nyilván vannak, de most azon gondolkodom, hogy talán az, amit mondanak, hogy minden szabad, amivel nem korlátozod mások szabadságát. Ez nem hiszem, hogy teljesen helytálló. De mondjuk elég jó. Igen, Frozer, nyilván van, létezik társadalmi felelősségtudat és egyéb dolgok, de most ezt így kötetlenül próbálok igazából erről gondolkodni, mert azért tehát olyanokat, hogy most hogyan lehet, tehát hogyan kell úgy viselkedni, hogy bele tudj illeszkedni egy társadalmi környezetbe azok az emberek, akik azt hiszik, hogy kutyát csinálnak belőlük azzal, hogy maszkot kell hordani, nem hiszem, hogy értik. Igen, tehát gyakorlatilag egyébként, hogyha ilyen széles körben gondolkozol erről, és mondom még egyszer, én csak gondolkozom most, nem tudom én sem, azzal, hogy te úgymond úgy döntesz, mert úgy döntesz, jó, nyilván bele is születsz, de lehetőséged van elmenni innen, ha úgy döntesz, hogy te egy ország állampolgára vagy, és az is maradsz, tehát nem elmész egy másik országba, akkor a szabadságod egy részéről lemondasz azzal, hogy annak az országnak a törvényeit és a szabályrendszerét betartva élsz ott. Igen. Illetve azzal a tudattal, hogyha nem tartod be, akkor milyen következményei vannak. Ezt szabad elhatározással elfogadod. Igen, és eldöntötte, hogy te itt akarsz élni, de azzal lemondasz. Igen.
akkor talán, az, talán emberi szabadságunk az, hogy eldöntsük, hogy a szabadságunkban mit áldozunk föl. Igen. Az együttélésért. Az együttélésért, igen. A túlélés reményébe. Uh-huh. Igen, ez végül is nem rossz, ha belegondolsz már, mint gondolatmenet, hogy igazából erről van szó. Mert mindennek ára van. Elméletileg el tudsz jutni a világ azon pontjára, ahol 100%-ban szabad tudsz lenni. Csak ott van az a túlélésért, egy erő kell küzdened. Igen. Megjön a medve, mondjuk. Hát, érted? A medve ide azért nem jön, mert nem egyedül vagyunk. Hanem igen, tudom, csak a medve jön, és teljesen lekorlátozza a szabadságodat. Hát nem. Be kell perelni. Szabadon dönthetsz, hogy a jobb keze által hallján meg, vagy a bal keze. Igen. Mancsa. Be kell perelni a medvét. A kurva anyját. Twitter poszt kell. Azt hiszem. Cancel medve. De előtte egy selfie azért, mert hogyha nincs kép, akkor nem történt meg. Uh-huh. Igen. Robert Mullen arra, hogy nem tudom, milyen alapon öl meg a medve. Gondolom éhes, vagy alapvetően teritoriális állat, és ugye mivel oda merészkedsz, megbasz a medve. Ez egy ilyen dolog. Nem tudom. Már többször kérdezted, nem tudom. Az az igazság, hogy nyilván sok ember nem gondolkodik el ezen nyilván. Hogy alapvetően megválaszthatod, hogy melyik ország része vagy. Uh-huh. Mert érted, most nyilvánvalóan teljesen másképpen tudod gyakorolni úgymond a szabadságot, tehát a szabadságodat, uh-huh. mondjuk Észak-Koreában, meg mondjuk itthon. Megvannak azok a masztagadók, akik szerint a kettő ugyanaz. Igen. Most ne erről beszéljünk. Igen. Pont ezt akartam mondani, hogy ez a szabadon megválaszthatod, hogy melyik országban élsz. Már a melyik ország ezt megengedi. Igen, nem mindegyik engedi meg. De gyakorlatilag... Igen. Mert nem minden ország engedi azt, hogy oda menjél, azt letelepedjél, azt ott éljél. Igen. Igen. De gyakorlatilag ugye a világ, ahogy fel van osztva, már ezzel is úgymond sérül a szabadságunk, uh-huh. hogy ezen a bolygón élünk. Igen. Ebben még bele se gondoltam. Balázs, gondolj bele. Mindenki valamilyen rendszerbe születik bele. Érted? Uh-huh. Annak idején az ősember, aki kurva szabad volt, és beleszületett egy olyan rendszerbe, ami ugyan nem politikai rendszer volt, vagy nem társadalmi rendszer az ő látásmódja szerint, hanem egész egyszerűen egy biológiai rendszer. Hiába érezte ő magát kurva szabadnak azzal, hogy ő visszatartja a lélegzetét 3 órán keresztül, meghalt. Mert levegőt kell venni. Ez egy ilyen rendszer. Muszáj. Érted? Meg értem én, hogy kurva vicces volt az esőbe ülni, bazd meg, de ha megfáztál, azt meghaltál, csá, ennyi volt. Tehát az emberiség alapvetően egy szabályrendszerbe született. Tehát én megértem azt, hogy mindenki vágyik a szabadságra, és valójában tényleg nyilván egy olyan cél elérni azt, hogy uh-huh. azt tegyél, amit akarsz, uh-huh. Amire sokan vágynak. De szerintem maga az, hogy most már, mit tudom én, olyan szinten vagyok szituált, vagy uh-huh. olyan az egzisztenciám, hogy azt tehetek, amit akarok. De amikor ezt mondja valaki is, nyilván egy szabályrendszer keretein belül érti azt a dolgot, persze. hogy azt csinál, amit akar. Nem lövöldözhetsz az utcába, az meg. Akármennyi pénzed van. De csak vállalod a következményeket. Na jó, de sokan úgy érzik, hogy ha van következmény, az akkor nem tudom számolni. Igen. De valójában mégiscsak szabad. Te gyakorlatilag az agyunkat nem kontrollálja semmi. Mármit megtehetünk, csak következménye van. Igen. A végül is, hogyha kiköltözök a sivatagba, uh-huh. ahol ugye egyedül vagyok, és egyedül küzdök a túlélés, akkor lövöldözhetek orba szájba. Így van, csak pontosan csak, így van, ezért mondtam, hogy lehet olyan helyre menni. Csak utána termeljem meg magamnak a golyót, hogy tudjak lövöldözni. Igen, és pontosan ez az, hogy érted, hogy emiatt nem létezik maga az a rendszer, amiről szó van. Érdekes, de mindennek van következménye. Azokban az államokban, ahol mondjuk, mit tudom, hogy sokan mondják, hogy Amerikában lehet lövöldözni az utcán, nem lehet, ott se lehet. Mindennek következménye van. Most valaki úgy érzi, hogy ezzel neki korlátozzák a szabadságát, de nem tudunk, tehát nincs több hely a bolygón. Muszáj, mert van, de most értitek, mint élhető hely. Lassan belakjuk. Igen. Meg kell tanulni együtt élni az emberekkel. Vagy akinek nem jön össze. Igen, csak tudod, ilyen ez a vírushelyzet. Hogy pont ezt követelni meg tőled az együttélés, hogy be kell tartani néhány szabályt annak okán, hogy ugye ne legyen még durvább ez a helyzet, és hogy élhető maradjon az, ahol élsz. Hát van, akinek ez átmegy, van, akinek nem. Az az igazság, tudod, hogy az a gondolat... Most, érted, hogy próbálod meg az ilyen embereket épészel meggyőzni egy ilyen gondolkodásmóddal, akik ezen fent tudnak akadni, hogy ezen problémáznak, hogy míg bemész a boltba, 20 percig vedd fel a maszkot. Igen, mert, tudom. Mert hogy nincs a vírus, ez nem is létezik, ez kamu az egész. Csak az, hogy most, jó, persze, jó, ez mondjuk ilyen alapvető fassággal tudod kár vitatkozni, de igen. alapvetően, mondom, azt szomorít el engem nagyon, hogy tényleg nem is olyan régen, vagy nagyon régen, tök mindegy, nagyon sok időszaka volt már a világnak, tudod, amikor
olyan dolgokat, olyan kompromisszumokat, olyan áldozatokat hozott az emberiség, hogy túl tudjon élni, hogy ez valami egészen elképesztő. Érted? Igen. És azt látjuk, hogy a világ tényleg annyira kényelmessé vált, hogy nem kell aggódnunk a legtöbb dolog miatt, hogy ilyen alapvető dolgokra nem hajlandóak. Tehát valaki azt mondja, hogy azzal, hogy maszkot kell hordjon, korlátozzák a szabadságát. Érted? Na most szerinted az ég felé mutogatva mit kurványáztak a világháborúban? Hogy ő nem csinált semmi rosszat? És miért kell vele így kibaszni? Én persze nem azt mondom, mert ez egy nagyon szélsőséges példa. Csak mondom, hogy vannak időszakok a világon, amikor ki kell bírni. És szerintem ez, ami most van, azokhoz a dolgokhoz képest, amik történtek, elég lájtos. Most rábaszni egy ilyen szövetdarabot a pofádra, annyira nem nagy szám szerintem. Egyszerűbb ezt hordani, mint a gázmaszkot. Csak hogy maradjunk a világháborús példánál. Meg talán biztonságosabb. Igen. Tehát érted, de most mit tudom én, látunk példákat, pozitív példákat arra, hogy néhány ember a saját életét feláldozta, csak azért, hogy mondjuk 10 vagy 20 ember megmeneküljön, érted? Most az, hogy mint társadalmi felelősség mondjuk egy országos, nagyon súlyos járványhelyzetet vissza tud szorítani, akár egyedül, mert akár egyedül, az, hogy felteszed ezt a szart, ez olyan nagy dolog, a nagy elvárás. Túl nagy áldozat. Nem tudom, de mondom, ez egy szubjektív dolog. Mindenki azt gondol, amit akar. Én csak így fogom fel, hogy ez most tényleg annyira komoly dolog. Vagy az a gond, hogy belekeverik az emberek már megint a politikát. Biztos, hogy van benne olyan is. És csak az a baj, hogy ki mondja. Igen. De az a baj, hogy mindenki mondaná. A társadalom egy nagy részének, azzal mindenki, a társadalom egy óriási részének úgyis baja lenne azzal, aki éppen ott van, aki mondja. Ez a probléma. Miért kell mindent összekeverni? Nem tudom, mondom, én hidd el, hogy ebben látom a dolgot. Mindig egyszerűbb valamivel megmagyarázni, amiről azt hiszi, hogy tudja, hogy működik. Egy olyan dologgal kapcsolatban, amiről nem tudja, hogy működik. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően egy vírus, ami terjed, amitől betegek lesznek az emberek, nem is gondolja arra, hogy meghalnak. Csak tudod, mit tudom, nem tudnak 2 hétig dolgozni. És rettentő gyorsan terjed. És mondjuk a gazdaságra óriási hatással tud lenni. Ha nem is az elhalálozási dolgot néztek. Kurva egyszerűen működik ám egy vírus. Mármint egy átlag laikus fejjel. A vírus terjed, leköpöd a másikat, ezt elkapja, ennyi. Kibaszott egyszerű, nem? Tehát ezt nem kell túl gondolni, ezt a dolgot. Tehát kérdezem én, a nagy összeesküvés elmélet gyártó embereknél, hogy mit láttok ebbe bele? Ha? Mit? Mit? Hogy mint a Family Guy-ba, mondjad már, tudod, a szénebogjárus, aki meggazdagodik az asszály idején, igen, meg a problémák, igen, idején, hogy mi, hogy Ferrari-ban mászkáló maszkárusok lesznek? Vagy mi? Tehát hogy lehet ezt ferdíteni? Hogy lehet valaki ennyire hülye, hogy nem látja át, hogy ez amúgy alapvetően egy ennyire egyszerű dolog? És nem. Számomra fura, mert még így is tudod, még így is nem azok az emberek panaszkodnak a legtöbbet, akinek egész nap hordaniuk kell. Tehát az az ember, aki azon panaszkodik, hogy 10 perc, amíg bemegy a boltba, maszkot kell viseljen, ő kutyának érzi magát, érted? A másik ember meg elfogadja, akinek 12 órán keresztül ott kell legyen rajta. Furcsa ez. Furcsa ez nekem. Hogy képesek belelátni. Ilyen mindenféle ilyen érdekeket, meg minden szart látnak egy ilyen egyszerű dolog mögött. Persze lehet, mondom, lehet, hogy én vagyok hülye. És, sőt, más a világ felfogásuk. Más. Csak számomra annyira idegen maga az, hogy maga az a gondolat idegen, hogy valaki egy sima járvány mögé az meg belát olyan dolgokat, érted? Hogy így, most komolyan? Tehát, hogyha egyszer csak úgy gondolta volna magát az meg az influenza, vagy mit tudom én, egy sima olyan megfázás, ami lázzal jár és csá, érted? Hogy egy olyan irányba változik meg, hogy ilyen nagyon gyorsan terjed, és ilyen sokáig rejtegeti magát, érted? És nem tudjuk úgymond meggátolni azt, hogy most nem menjünk ki a hidegbe, meg sapkasra áll, érted? Hanem egyszerűen ennyire terjed. Az is ugyanekkora gond lenne. Mert itt nem feltétlenül a halálozási arányal van probléma, hanem az, hogy kiesnek az emberek. A munkából, meg mindenből. És ezt nem lehet megérteni. Én nem tudom felfogni, hogy azért igyekszik az egész világ azon, hogy ilyen rohadtul visszafogja ezt a dolgot, mert bezárnak a helyek, érted? Ugye a legnagyobb probléma a gazdaságilag lesz, illetve már az.
És itt kezdődhet mondjuk a szabadság, vagy kezdődhetne a szabadság, amiről beszéltünk korábban, hogy ő szabad, hogy ezt mondja, és ezt gondolja. Igen. Csak mi mindenki más a csordába, a nyájba. Igen. Nem vagyunk annyira szabadok, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor te most már ne tartozz a csordához, vagy a nyájhoz. Igen. Csak az a baj, érted, hogy látod, hogy a világnak a sokkal sűrűbben lakott részein, ahol ugye még intenzívebb ez a probléma, óriási most már a hajléktalan, meg a munkanélküli helyzet, és a gazdaság gyakorlatilag szinte egy olyan szarba vágta a kerekét, amiből nem fog tudni kijönni egyszerűen. Érted? Mert akkora nagy a munkanélküliség, és annyi ember van az utcán, és azt látod, hogy az óriás városokból költöznek el az emberek, mit tudom én, és ez rendben van, hogy nálunk mérsékeltebb ez, de abban gondoljatok bele, hogy egy ahhoz képest rendkívül ritkán lakott országban élünk, érted? Meg kis ország vagyunk. Meg még ebben a kis országban is a nagyvárosok azért messzebb vannak egymástól, meg mit tudom én, tehát másképpen alakul itt a helyzet, és mégis, érted, az emberek... letudják egy olyannal, hogy ő azért nem foglalkozik a Covid-dal, mert már unja. De bazd meg, ez nem egy tévéműsor. Érted? Fú. Igen. Az életet nem unja még. Az ilyen. Bocsánat, nem. De... egyébként itt is lehet érzékelni, hát ugye a forint-euró, amit a gazdasági hatásokat, forint-euró az megint a fantasztikus jó állapotban van. Ó, hát az mindig nagyon jó állapotban van. A se közeledett egymáshoz a vírus ideje alatt, úgyhogy... Na igen. Igen. Na mindegy. Az a nagy szerencse, tudod? És szerintem zárjuk ezzel. Az a nagy szerencse, hogy nem mindenki hülye, és a világnak a működése, tehát az, hogy tényleg tömegeffektusban működünk, megoldja helyettük. Meg fogja oldani helyettük. Megoldja a technológia, megoldják azok az emberek, akik felelősségteljesen viselkednek, és erre mondtam azt a múlt kor, hogy egy olyan kényelmes világban élünk, ahol lehet hülye. És az a baj, hogy ezek után ugye a többiek megoldják helyettük, de utána ők még ugyanúgy fogják önteni magukból a baromságot, hogy hát tudod, én nem csináltam meg, ezt mégis itt vagyok, mégis minden rendben van. És igen. Azt fogják hinni, ezzel igazolják önmagukat, hogy tök felesleges volt az egész. Nem igen. Csináltam, és mégis minden ment tovább. Igen. De mondom, meg fogja oldani a világ. Egy csomó ember azért nem tanul rengeteg mindenből, ami vele történik, vagy a világgal történik, mert elmegy mellette. Igen. Érted? És ő csak annyit lát belőle, hogy magától megoldódik. Érted? Arra nem gondolj, lehet, hogy azért nem találkozik, mit tudom én, fertőzött emberekkel a környezetébe, mert mindenki más foglalkozik azzal, mert volt, aki foglalkozott vele, és nem lett belőle akkora gebasz. Arra nem gondolj, hogy az mitől van. Igen. Érted? Na mindegy, hidd el nekem, hogy ez ilyen. És ezért nem lehet segíteni ezeken az embereken. Sajnálom, hogy így van. Pedig néhányan megérdemelnék már, hogy tanuljanak egy kis az élettől. Na, srácok, ennyit erről. Délután kodozni fogunk a többiekkel, állat lesz. Hál' Isten, sikerült találni egy ilyen kis lyukat, egy kicsit multizzunk a héten is. Szerintem állat lesz. Ez a mai program. Jani, este lesz program? Nem lesz program este? És ez annyira sok idő. Oké. Na, jön rá sok idő, akkor nem lesz este program. Holnap pedig ugyanúgy lesz reggeli műsor, és folytatjuk a Mafia 1 végigjátszásunkat. A Definitive Remake Edition-ös mindent is. Így van. Mindent is. Úgyhogy ez a program, srácok. Legyen szép napotok. Délután találkozunk. Sziasztok. Na, szevasztok. Vége.